Azok kedvéért mondom, akik nem ennek a gyülekezetnek a tagjai vagytok, és nem rendszeresen követitek az alkalmainkat, vagy nem jártok ide Isten tiszteletre, hogy ezen a nyáron egy olyan sorozatunk van, aminek az a címe, hogy járványbiztos gyülekezet. És a járványbiztos gyülekezet alatt én nem azt értem, hogy úgy járványbiztos, hogy mit tegyünk azért Kecskeméti baptista gyülekezet, hogy ne kapjuk el a koronavírust. Nem erről szól ez a sorozat, hanem arról, hogy az, amin átment a mi kis bolygónk az elmúlt jó fél évben, azok a folyamatok, nem is egy jó fél évben, mondjuk lassan mindjárt egy éve, azok olyan dolgokat mutattak meg a gyülekezetről, az egyházról, amik megmutatták a sebezhetőségét a gyülekezetnek. És igazából arról szeretnék szólni, hogy a járvány okozta kényszerítő körülmények ellenére virulhat és növekedhet egy gyülekezet. Erről szól a járványbiztos gyülekezet. Hogy mit ten a gyülekezet, a mi gyülekezetünk, az összes többi más gyülekezet, egyház azért, hogy azok a kényszerítő körülmények, amikben mozgunk, néha be kell zárni az istentiszteket, néha át kell váltani online-ra, néha kis csoportokat Zoomba kell tartani, bár nagyon nem vágyjuk ezt vissza, mert nagyon nem esett jól nekünk ez, de mégis arról szeretnek szólni, hogy mikor ilyen kényszerítő körülmények vannak, akkor mit lehet tenni? A járvány rámutatott a gyülekezetek sebezhetőségére. Már szóltam nektek erről, most csak ismétlek címszavakat. Megmutatta, hogy a gyülekezetek túlságosan program és rendezvényközpontúak. Azok a gyülekezetek, amik nem közösségközpontúak, és hiányoznak a házi gyülekezetek, vagy sejtközösségek, vagy kis csoportok, azok nagyon megsínylelték ezt az időszakot, mert mindig programokban gondolkodnak, és nagyon sok gyülekezet megpróbálja a közösséget programokkal pótolni. Még több program, csak az a gond, hogy attól még, hogy több időt töltünk az Isten házában, egy programban, egy Isten tiszteleten, attól még nem alakul ki a tagok között közösség. Majd erről szól a mai tanítás. És nagyon fontos, Isten rákényszerít minket, hogy a program központuságtól elmenjünk a kapcsolat, a közösség felé. Mert azok a gyülekezetek élnek és virulnak, ahol van eleven közösség. A másik sebezhetőség, hogy túlságosan templom, épületközpontú az egyház. Hiányzik a Szentlélek éltető közössége, ami az egészet egy testé kapcsolja. Nagyon sok gyülekezet összejön vasárnap, de hétközben semmi köze nincs a tagoknak egymáshoz, és hullik darabjaira. Olyan, mint amit összeraksz egy ilyen egy kupac, ilyen darált követ, és felpakod rakod kupacra, utána szétszeded, és akkor megint hullik szét darabja. Ezt megismétlük minden vasárnap, utána szétmegyünk, aztán összejövünk, de nincs benne kohézió, nincs benne erő, nem él benne a Szentlélek ereje. Isten azt szeretné, hogy Jézus Krisztus úrként, tulajdonosként jelenjen meg a gyülekezetben. A járvány megmutatta azt, hogy nagyon sok gyülekezetben Jézus Krisztus nem úrként, kizárólagos tulajdonosként jelenik meg a gyülekezetben, hanem egy olyan személyként, ahol mi osztunk neki szerepeket. Fontos vagy kevésbé fontos szerepet. Nagyon sok gyülekezetben be van tervezve az Isten. Mit szabad neki csinálni? Osztunk kártyát, lapot. Ő az egyház tulajdonosa, ő adta az életét érte, ő vásárolt meg minket az ő vérén, ezért ő szeretne diktálni, de a járvány megmutatta, hogy sok gyülekezetben mi akarunk diktálni az Istennek, és nem az történik a gyülekezeteinkben, amit Isten szeretne látni. Éppen ezért meggyőződésem, hogy azokra hiányosságokra, amit megmutatott a járvány, a bibliai modell az egyetlen válasz. És Krisztus az egyházra, mielőtt visszajönne, szeretetből kényszeríti vissza a gyülekezetet a bibliai formákhoz. A járvány az nem üldözés. A járvány az egy helyzet, amit meg kell oldani, és az állam a védelmünkbe ad bizonyos szabályokat, törvényeket, de ezek a kényszerítő körülmények által Isten vissza akar minket kényszeríteni a bibliai mintához. Mert hiszem, hogy az egyház ma is tud élni és virulni, ha visszatalál a bibliai mintához, és Isten, ha kell, kényszerítő eszközöket használ erre. Ez a bibliai forma, ez nem más, erről szóltam nektek a nyárein, a kétszárnyú egyház. Egy normális repülőnek két szárnya van. És az első keresztény gyülekezet, amikor megalakult, akkor volt két találkozási pontja. Az egyik, amikor tömegesen összejöttek a Salamon csarnokába, több ezren imádták Istent, dicsőítették, magasztalták, ezt tettük az előzőekben. Itt vagyunk többen, lenn az alaksorban is, az ifjúsági térben is, imádjuk és magasztaljuk Istent. De mielőtt ez a forma megvalósult volna, az első keresztény gyülekezet elsősorban házi gyülekezet volt. Tehát találkoztak tömegesen Istent imádni, és itt a nagyobb hangsúly volt Isten fenségén, transzcendencián, nagyságán, és találkoztak házi gyülekezetként, kis közösségben, kis csoportban. És nagyon fontos megérteni, hogy elsősorban kis közösség voltak, és ez alkotta nagy gyülekezetet. Ettől volt kohéziója, ereje az első keresztény gyülekezetnek. Ezért lüktetett benne az Isten szent lelke, mert létezett közösség a lélek által. Nem egymás nemű emberek nagy halmaza, tömege. Egy tömegben lehet az ember nagyon egyedül, és lehet nagyon magányos. És minél nagyobb tömegben vagy, annál magányosabb tudsz lenni. Én voltam már sok ezres istentiszteleteken, dicsőtő alkalmakon, és éreztem magam egyedül. Nagyon jó volt imádni Istent, magasztalni őt, és mégis egyedül éreztem magam, mert nem ismertem senkit. Nem volt közöm olyan értelemben senkihez, és valamilyen módon egyedül éreztem magam. Éppen ezért, hadd mondjam nektek, hogy az első keresztények ez elsősorban házi gyülekezet volt, és ez a házi gyülekezet időközönként tömegesen összejött. És itt jön egy fontos mondat. A kis közösségben megélt áldások, Krisztus élmények, megtapasztalások fűtötték a tömeges istentiszteleteket. Nagyon fontos megértenétek. Amilyen mértékben a lélek kiárd a házi csoportjainkra, az úgy fog visszaköszönni itt vasárnap az istentiszteleteinken. Az, amit megtapasztaltak a kis csoportban, az szolgáltatta a tanúságtételeket, a bizonyságokat, a megtapasztalásokat. És hadd mondjam nektek, a házi gyülekezetekben megélt közösség fűti a nagy gyülekezet istentiszteletét. Ha ez a szárny hiányzik, a kis közösségek szárnya, akkor marad egy rideg, ünneplő gyülekezet az egyház. Egy programközpontú hely, egy épületközpontú hely. Az emberek idegennek érzik magukat és fáznak. Még egyszer mondom, mind a két szárnya kell a repülőnek. Ha az egyik hiányzik, ugyan föl lehet emelni a földről, de egy helyben forog. És nem megy sehova. Az a repülőnek csak egy szárnya van, az körbe forog, és nem ér el a célját. Az az egyház, amíg csak az vasárnapi programjaiból él, az Isten tiszteleti programjaiból él, az egy helyben forog, és nem tölti be az Istentől kapott küldetését, ezt jegyezzétek meg. Az első keresztény gyülekezet ebben a két szárnyúságban érte meg. Ez az a bibliai modell, amiről egész nyáron tanítok nektek, és amiről ma szeretnék tovább menni kicsit mélyebbre veletek. Éppen ezért nagyobb hangsúlyt kell tennünk a házi csoportra. A házi csoport nem egy lehetséges alternatíva volt, hanem a gyülekezet éltető alapegysége. Nem az volt, hogy hát mi egy nagy-nagy tömeg vagyunk, nem. A gyülekezet éltető alapegysége volt a házi csoport. Sejtközösség, életfeltétel. Úgy, ahogy a tested, mint élő szervezet nem működik sejtek nélkül, úgy a gyülekezetben nem tud lüktetni a Szentlélek éltető ereje, Krisztus jelenléte a házi csoportok nélkül. Ahogy sejtekből tevődik össze a testem, és a sejtek szöveteket képzednek, és nem akarok itt lebukni a biológiai képzetlenségemből, vagy anatómiai képzetlenségemből, de szeretném nektek elmondani azt, hogy ha nem lennének sejtek, akkor én nem lennék ember. A gyülekezet, amiknek nincsenek sejtközössége, alapegységei, mit látsz az első keresztény gyülekezetben, azt, bocsánat, hogy kimerem mondani, kemény, halálra van ítélve. Tud gyülekezeti szindrómákat produkálni, de nem lüktet benne a Szentlélek éltető közössége és ereje. És elkezd mondjam azt, hogy ezt lehet szervezetten csinálni, van majd 16, ha beszámol a fiatalokat, és akkor közel 20 házi csoportunk, de vannak alkalomszerű kis közösségek. Elmondok egy tegnapi bizonyságot nektek. Anna tartotta a próbát itt nekünk, és a próba előtt meghívott minket, hogy imádkozzunk és beszélgessünk. És el kell mondjam, hogy a próbából egy óra imádsága meg beszélgetéssel telt. És azt kérte, hogy mindenki mondjon valamit magáról. És én meg kell mondjam őszintén nektek, hogy úgy csöppentem be ebbe a dicsőítésbe, vagy próbába, hogy valami miatt füstölögtem. Az egyik kis csoportban történt valami galiba, feljött a csoportvezető, és én ezen úgy füstölögtem, de úgy elég rendesen. És így jöttem be a próbára dicsőíteni Istent. És Anna mondta, hogy mindenki mondja el, hogy hogy van. És akkor kezdték mondani az emberek. És érdekes, az előttem szóló egy olyan sztorit mondott el, ami betalált. Arról, hogy volt egy ember, akire rábízták, hogy kitakarítson egy istállót, amiből évtizedek óta nem takarított senki. Alig fértek az állatok már a trágya halom tetején be, és azt mondták, hogy van 3 napja kitakarítsa, előtte éveken át nem tudta senki kitakarítani. És az a kis mese vagy tanul történet arról szól, hogy az ember azt csinálta, hogy bevezette a folyót, a város mellett elfolyó folyót az istállóba, azt pedig szépen átmosta és kimosta, és azt, amit lehetetlen lett volna izomból, lapáttal, csákánnyal megcsinálni, azt elvégezte a folyó. És mikor ezt elmondta Anikó meg Tamás ezt a sztorit, na mondom, uram, köszönöm, helyben vagyunk, itt a csákány, a kisbalt a kezembe. Tudjátok, hogy igen, ott volt, hogy majd aztán rendet teszünk, kiganézzük a csoportot, nem? Kitakarítjuk a trágyát, hát nem lehet. Jó, akkor következik utána valaki, meg arról olvas Pál apostoltól, azt mondja, hogy attól tartok, hogy sokakat meg kell siratnom. Hű, mondom, uram, megint szóltál hozzám. Hát nem dühöngeni kell itt, imádkozni kell, ha kell sírni, nem haragudni kell, közben járni kell, engedni a lélek folyamát. És azt értem meg, hogy itt vagyunk 10-en, vagy mit tudom én, 8-hányan voltunk, és hogy egy alkalmi, dicsőítő csoport közösségében az Isten megszólít, és utána elkezdünk egymásért imádkozni, és átad a közösségnek az áldását, az erejét, és helyre tett az Isten. Az már csak habatorta, hogy hazamentem, és kaptam egy nagyon szép SMS-t a csoportvezetőtől, hogy hát nem kell a kását olyan forró enni, minden rendben lesz. Értitek? Tehát vannak rendszeres házi csoportok és gyülekezetek, kis csoportok, sejtközösségek, és vannak alkalmiak, amikor összejövünk, és Krisztus nevében találkozunk, 2-3, és Isten ott van köztünk. Van egy Viber csoportunk, az a címe, Máté 18-20. Eddig sose figyeltem fel rá. Hát miért írt a Satya, hogy Máté 18-20? Máté, hát most olvastam fel. Ha 2-3 az én nevemben ösztöztök. Mit akart ezzel mondani a Satya? Hogy azt kívánom, hogy akár az egész kis csoport jön össze valakimékünk házában, akár spontán módon a hét során találkozunk 2-3 kis csoportban, ne felejtsük, hogy Jézus ott van közöttünk, és valamit csinálni szeretne, valamit szeretne tenni. Mi nem úgy találkozunk csak úgy, mint a világ fiai, hogy szia, szia, hogy vagy, hogy csá, jó az idő, megy a munkád, menjünk. Nem, testvérként találkozunk, Jézus megjelenik köztünk. És a nyár az erről szólt, és szól, a kis közösségek megerősítéséről. És most szeretnék néhány pontban egy nagyon komoly teológia alapvetést adni a házi csoportoknak és a sejtközösségének. Az első, amit szeretnék megosztani veletek, az ember létezése egy tökéletes isteni közösségben és kapcsolatban született. A teremtés történet arról beszél, hogy Isten rendet rak, elválaszt dolgokat, utána pedig teremt. Elválasztja a vizet, a sötétséget a világosságtól, elválasztja a vizet a száraztól, elválasztja a nappalt az éjszakától, előbb rendet rak, és utána elkezd teremteni szavával. Hozzon a föld, sarjasszon füvet, pesdjenek a vizek, pesdjen a levegő, pesdjen a szárazföld. Isten teremt a szavával. De amikor eljut az ember teremtéshez, azt olvassuk, alkossuk embert a saját hasonlatosságunkra és képmásunkra. Az ember teremtése mellett ott van egy tökéletes isteni közösséges kapcsolat. Ádám egy isteni közösségbe és kapcsolatrendszerbe érkezik. Amikor Isten őt megteremti, akkor Ádám, tudjátok, mibe találja magát? A Szent Háromság ölelésében. Ott van a teremtő ige, ott van a lélek, ami a vízek felett lebegett, és ott van az Atya. És átéli Ádám, hogy Isten egy tökéletes kapcsolat és közösség. A világ legtökéletesebb kapcsolata és közösség az a Szent Háromság Isten. És az ember létezésének az oka ebben keresendő. Éppen amikor megteremt Isten Ádámot, akkor Ádám ott találja magát a Szent Háromság közösségében. És nagyon érdekes, hogy Éva úgy szintén, amikor Isten megteremt Évát, Éva is oda csöppen bele. A férjem nincs egyedül. Ott van az Atya, a Fiú és a Szentlélek karjában. Szeretném nektek elmondani, a Bibliának egy olyan axiómája, egy alaptörvénye, hogy az ember létezése mögött ott van a Szent Háromság ölelése. Ott fogantunk meg a Szent Háromság szívében. Ő döntött el, alkossunk embert a saját képünk és hasonlatosságunkra. És a következő nagyon fontos axióma, hogy ebből az ölelésből tépi és szakítja ki a bűn az embert. Megtöri, szétszakítja, megöli a kapcsolatot. Amelyik napon eszel a fáról, meghalsz. És azt mondom nektek, az ember rászakadt, a bűn okozta kínos magány. Amikor az ember vétkezett Isten ellen, akkor rászakad a magány, a félelem magánya. Ennyi fájdalmas bujócska Istennel és egymással, annyi különbséggel, hogy nem akarjuk, hogy ránk találjon az Isten, és nem akarjuk, hogy megtaláljon, mert szégyeljük magunkat. A gyerekek azért szeretnek bújócskát játszani, mert örülnek, mikor megtalálják őket. Olvastam egy történetet arról, hogy az egyik fiúcska annyira elbújt bújócska közben, nem találták meg. És a gyerekek hazamentek. Ott felejtették a búvóhelyén. Várt egy jó órát, másfelet. A végén sírva előjött, hazament, pityeregve, és kérde anya, mi a baj, kisfiam? Nem keresett senki. Nem keresett senki. Az édenkerti fájdalmas bujócska az arról szól, hogy Ádám és Éva nem azért bújnak el Istentől, mert azt akarja, hogy megtalálja őket, hanem azért bújnak el Istentől, soha ne találja meg minket, mert nagyon szégyeljük magunkat. És ezért késznek fügefalevelet, meg mindenféle ilyen Vietkong ruhát maguknak ott az édenkertbe, hogy elbújjanak, hogy eldugják a szégyenüket, azt, amit szégyelek, hogy megvédjék magukat. Nem akarjuk, hogy ránk találjon. Megtaláljon az Isten, mert szégyeljük magunkat. Azt mondja Ézsaiás, mindenki vétkezett, és szűkölködik, hiával van Isten dicsőségének. Ezért mondja Pászka, hogy egy nagy vákuum van bennünk. Az édenkertben a bűn kiszakított minket a Szent Háromság öleléséből, kiszakított minket az életközegünkből, kiszakított minket abból az isteni családból, ahol egyaránt számítottunk az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre. És hadd mondjam az evangéliumot, Jézus Krisztus a Fiú Isten azért öltött testet, hogy elhozza nekünk ennek a kapcsolatnak az ízét, az emlékét. Ezért beszéltem nektek ma egy hete arról, hogy a vámszedők és bűnösök igyekeztek Jézushoz, mert megéreztek valamit az édenkert ízéből. Emlékeztet őket, dejavű érzésük volt, amikor érezték Isten szeretetét, irgalmát, ami megjelent Jézusban, hogy tiszta, szent, ártatlan, és mégsem taszító, mint a vallásos szentfazékok szentsége. Elkezdtek vonzódni Jézushoz, igyekeztek hozzá menni, mert emléket idézett elő belük, az édenkert emlékét. Jézus azért tett, hogy elhozza nekünk ennek a kapcsolatot, az ízét és emlékét, és visszavezessen minket a Szent Háromság ölelésébe. És ma egy hete szóltam nektek a kereszt misztériumáról, titkáról, hogy mit csinál Jézus? Eljön, szolgál felénk, megbocsátja bűnöket, meggyógyítja betegeket, elkezd szolgálni. És a bűnösök ott, mint bevonza őket, mint a vas, mint a vágnes a vasreszeléket, ott vannak körülötte. Az Isten szeretete vonza őket. De a kereszten történik valami nagy titok. Jézus Krisztus egy rövid időre kiszakad a Szent Három öleléséből. Ez egy titok, azért mondom, hogy misztérium titok, mert nem tudom nektek megmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ahhoz, hogy te és én visszakerülj a Szent Háromság ölelésébe, hogy újból visszatalálj az élet közegedbe, ahol elemedbe érzed magad, ahol biztonságba érzed magad, ahol van jövőd, van örömöd, van békességed. A Szent Háromság ölelése ahhoz neki onnan ki kellett szakadni. Tudod miért? Mert téged és engem a bűn szakított ki onnan. És majd hát azt az igét idéztem, hogy Isten azt, aki bűn nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Jézusnak azért kell kiszakadnia a Szent Háromságból, hogy magára vegye a bűneinket, és bocsánat, ezt mondja Pál a korintusi levélben, bűnné tette értünk, bűnné vált. Egy rövid időre kiszakadt a Szent Háromságból. Ezért mondta, én Istenem, miért hagytál el engem? Ez volt az ára annak, az egyetlen útja, módja annak, hogy visszakerül az Istenvel kapcsolatba. És az, amit Jézus tett a Golgotai keresztfán, az azért történt, hogy a bűneid rólad lekerüljenek, oda került ő rá, ő lett bűnné, hogy te Isten igazsággal legyél ő benne. És ha te Isten igazsága vagy ő benne, helyreáll a kapcsolat. Ez a Szent Háromság, a keresztnek a titka. És hadd mondjam nektek, így, és csak is így, az Istentől elszakadt ember visszakerül a Szent Háromság ölelésébe. És megpróbálom nagyon futó lépésekben elmondani, mi köz ennek az egésznek a gyülekezeti kis csoportjainkhoz. János evangélium 14. rész ennek a története. 13-tól 17-ig Jézus búcsúzik a tanítványaitól. 3,5 évet töltött velük együtt, követték őt. Folyamatos felismeréseik voltak. Olyan dolgokat tett, amiket nem vártak volna tőle. Nem tudták elképzelni, hogy valaki halottat támaszt, lecsendesíti a tengert, megszaporítja a keneret, jól tartja az éhezőket, föltámasztja a halottat, meggyógyítja a leprást, megérinti, nem lesz tisztátalan, hozzáérnek a bűnösök, és nem rohangál, hogy mossa ki a ruhát, hanem valami fordított esemény történik. A tisztátlanok lesznek tiszták, a betegek lesznek gyógyultak. Mi történik itt? És valamiben meg kevesebbet kapnak. Várják, hogy hát ha ilyen mesiás tud kenyeret szaporítani, tud halottat támasztani, hát ő azt is meg tudja tenni, hogy lerázza a nyakunkra a római birodalomnak az igáját, és országot alapít, és ő lesz a Dávid trónján az új mesiás, akire vártunk. És Jézus ehhez azt mondja, hogy fölmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Megfogják, leköbdösik, megkorbácsolják, és keresztre feszítik, de harmadnapon feltámad. És Jézus erről beszél, és a János 14-ben búcsúzik a tanítványaitól. Egy érthetetlen búcsúról van szó. Hova mégy? Miért mégy? Kit küldesz magad helyett? Hogyan leszel közöttünk? Milyen lesz a viszonyulásod hozzánk, ha elmentél? Ki az a vigasztaló? Ki az az atya, akihez mész? Ha az atyához mész, akkor hogy mondhatod azt, hogy az atyával eljössz hozzánk, és nálunk maradsz? Tele van az ige látszólagos ellenmondásokkal, nem tudom mennyire figyeltetek rá, és ezekre szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy megértsétek azt, hogy Jézus Krisztusban, az ő áldozatában Isten visszavezet minket a Szent Háromság ölelésébe. Gyertek, nézzük meg sorra ezeket a mondatokat. Első, kettős szállás készít Jézus. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vagy mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra, és ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogyan én vagyok, ott ti is ott legyetek. Hol készít Isten számunkra szállást? Az atyának a házában, ahol sok hajlék van. De nézd meg a másik mondatot. Isten szállást készít az emberi szívekben a földön. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. És képzeld a tanítványokat. Most azt mondta, hogy elmegy. Elküld nekünk a pártfogot, a vigaszt. Utána azt mondja, hogy ha szeretjük őt, akkor eljön az atyával együtt, akihez megy, és szállást készít nálunk. Szállás a mennyben, szállás a földön. Ugye milyen furi? Hát ha az atyához megy, és a Szentléleket küldi el, akkor hogyan jön ő is, meg az atya is el hozzánk? Hogyan jön el a szívünkbe? Hát miről van itt szó? Egy csomó metafor, egy csomó hasonlít, és nem értik a tanítványok, mert még nem töltetett ki rájuk a Szentlélek. Szállás a mennyben, szállás a szívben. Aztán elküldi a pártfogatót és a vigasztalót, és eljön hozzánk. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataim, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Elmegy az atyához, helyet készít. Eljön az atyával, helyet készít. Elmegy az atyához, elküldi a vigasztaló pártfogót, aki nálunk lakik, bennünk lesz. Hogy lehet ez? Utána tudjátok, mi a legfurcsább? Azt mondja tovább, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Hallottátok, hogy megmondtam nektek? Elmegyek és visszajövök hozzátok. Most teljesen zavarba vannak. Most elmész vagy nem mész? Ott maradsz vagy nem maradsz? Küldöd a lelket, te is jössz, az atya is jön, a lélek is jön. Mi ez? Tudjátok mi? A János 14 arról szól, hogy Jézus Krisztus mennybe menetele után, és egész az ő második eljöveteléig, hogyan fog Isten jelen lenni az ő egyházában, a gyülekezetben, a Szentlélek által. Tulajdonképpen arról beszél Jézus, drága tanítványaim, visszavezetlek benneteket a Golgotai kereszt útján a Szent Háromság ölelésébe. Elmegyek az atyához, hogy helyet készítsek nektek, hogy ott legyetek velem, ahol én vagyok. Aztán eljövök az atyámmal a szívetekbe, és ha megtartjátok a parancsolataimat, szállást készüljünk nálatok, és ott nálatok maradunk. És elküld nektek a vigasztaló szent lelket, aki ezt az egészet valóságossá, megtapasztalhatóvá, húsba vágóvá teszi. Ebben a világban, hadd mondjam neked, a teljes Szent Háromság van veled. Nem úgy vagy, befogadtad Jézust, a Szentlélek kimaradt. Nem úgy vagy, befogadtad a Szentléleket, Jézus kimaradt. Jézus visszavezetett téged és engem a teljes Szent Háromság ölelésébe. És hadd mondjam nektek, ezt tapasztaljuk a személyes életben, a gyülekezeti tömeges alkalmainkon, és ezt kell megtapasztalnunk a kis csoportokban. Mindezt a Szentlélek teszi élő valóságá. Pünkösdkor találkozunk a tanítványok Szent Háromságos hitével. Miután kitöltetik rájuk a Szentlélek, utána mindig arról beszélnek, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, Atya, Fiú, Szentlélek, Atya, Fiú, Szentlélek. Mert a Szentlélek teszi valóságossá a Szent Háromság ölelését az életükben. Őt ünnepeljük minden vasárnap. Ezért a Isten tiszteleténk Szent Háromságos Isten tiszteletek, amiben az evangélium történik. Az Atya bemutatja nekünk a Fiút, a Szentlélek dicsőíti a Fiút, és akkor a Fiú felragyog az egyházban, akkor történik az, amiről Laci prédikált a nyár elején. Uramnak, az Úrnak lelke van rajtam, mert felkent, és nem folytatom az idézetet. Elkezd történni az evangélium. És most szeretnék arról szólni, hogy egy nagyon különös és egyedülálló kapcsolatra hív minket ez az ége Krisztussal. Nézzétek, mit mond. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Ha ki kéne emeljek egy mondatot, ez lenne a mondat. Ez a János 14-20, meg a Máté 18-20, mind a kettő 20. Aznapon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok. Hol van Jézus? Az atyában elrejtve. Ti én bennem, Jézusban, és én pedig ti bennetek. Én az atyámban vagyok, ti én bennem vagytok, én ti bennetek. Dicsőség Istennek. Ez a mi személyes kapcsolatunk a Szent Háromsággal. Elpecsételve vigye a Szent Háromsága, bátran tehetjük fel a kérdést. Kicsoda szakíthat minket el Krisztus szeretetétől? És hadd hozzak egy idézetet. Az a kép, amit Jézus a János 14-20-ban a keresztény Istennel való kapcsolatának leírására összekapcsolja mennyet és a földet. Krisztus bennem van a földön, immanens módon, én pedig Krisztusban vagyok, aki a mennyi atyámban van, transzcendens módon. Krisztus által a mennyi atyával vagyok kapcsolatban. Mindegy egy csodálatos rendben van foglalva, ami a hívő személyes kapcsolatát, illetően Krisztussal a mennybe meneteltől a második eljöveteléig történik. Minden hívő el van pecsételve a Szent Háromságban, a földi léttől a mennyországig. Ezt a közösséget teszi hozzá Isten. És hadd mondjam nektek, mindez a személyes kapcsolatomról szól Istennel, ami különleges ajándék. Ezt minden nap meg tudom élni. Akkor is, amikor egyedül vagyok, és akkor is, amikor itt vagyok veletek. És van ebben egy kicsi ellenmondás. Évekkel ezelőtt Chicagóban voltam egy nagy konferencián, valami 4000 lelki munkás vett részt. Fantasztikus dicsőítés volt, iszonyatos jó tanítások, kétharmadát értettem meg az én hiányos nyelvtudásommal, és mégis el kell mondjam nektek, hogy ez egy háromnapos konferencia volt, a második estér úgy elfáradtam. És elkezdett hiányozni a családom, elkezdett hiányozni egy kecskeméti gyülekezet, elkezdett hiányozni a házi csoport, ahol járunk, elkezdett hiányozni a másik házi csoport, ahol mit vezetek, és elkezdett hiányozni a húsvér kapcsolatok. És azt éltem meg, hogy mindezt megtapasztalom ebben a tömegben, amit én személyesen meg tudok élni az Istennel, felemelő az imádat, ünnepi, nagyon fantasztikus, csodálatos, és mégis valami hiányzik az egészből. Hadd mondjak nektek, mindaz, amiről eddig szóltam nektek, az az Istennel való személyes kapcsolatodra érvényes. És ezt éled meg oda az a csendes kamrádban, és ezt éled meg vasárnap 9, és reménykedjünk, hogy nem 11 között. Ugye? Jó, mit látom, valaki föláll, elmegy. Na, megpróbálom hamar befejezni. De érted? Tehát ezt éljük meg. És itt vagy, és ülsz, és nézzél ki a fejedbe, és hallgatod, és azt mondod, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. De lehet, hogy nem ismer senkit. Lehet, hogy életedben először vagy itt, és nem tudsz senkiről semmit. És valami hiányzik. Tudjátok mi? Amire Jézus azt mondta, nem hagylak titeket árva. És az azután mondja, hogy előtte megígért, hogy elküldje a vigasztalót. Pártfogót vigaszt, és utána mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Magyarán Jézus külön választ két dolgot. A Szentlélek visszavezet Jézus Krisztussal együtt, valóságos a Szent Háromság ölelésébe, ezt megélheted itt a nagy tömegben, megélheted a csendességedbe, de is azt mondja, ettől még árva maradsz. És attól, hogy nem maradj árva gyülekezetbe, és egy tömegben ne érezd magad egyedül és magányosan, ezért valamit még fogok csinálni, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Hadd mondjam nektek, Krisztus megjelenik az egyházában, nem csak személyes életünkben. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségén kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közzel kerültetek Krisztus vére által. Közzel kerültetek, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontott az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tétes parancsokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberé teremtsen magában. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölt az ellenségeskedést önmagában. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek, egy lélekben, az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai szenteknek és háza népe az Istennek. Szeretném neked elmondani, hogy Jézus Krisztus egész sajátos módon jön el. A Máté 18-20 nélkül a János 14-20 nem kerek. A János 14-20 magányos farkas keresztjéneket eredményez, akik kóborognak, kóvályognak, de nincsenek húsvér kapcsolataik. Se alkalmi, se rendszeres. És egyedül bolyongnak. Kecskemét is lehet bolyongani. Attól még eljössz vasárnap egyszer ide 2 órát itt töltesz, attól még lehetsz bolyongó hívő. kapcsolatok nélküli hívő. Lehetsz árva keresztjén. És azt mondja, Jézus, nem hagylak titeket árván. A János 14-20-at kiegészíti a Máté 18-20, ahol ketten vagy hárman az én nevembe összejönnek. Ott vagyok közöttük. Feltévedjük a kérdés, hogyan viszonyul hozzánk Jézus, amikor kis csoportban vagyunk? Amikor házi gyülekezetben 5-en, 6-an, 10-en jövünk össze. Mi nyáron is jövünk. Nyáron azt a csodát éljük meg, hogy mikor csak 4-en vagyunk, akkor még mélyebb a közösség. Mikor 10-en valahányan, akkor is mély, de nem jut annyi idő mindenkire. De átéljük ezt a 2-en vagy 3-an, hogy Jézus ott vagy, nem vagyok árva, nem vagyok egyedül. Hogyha megyek szolgálni, azt mondom, figyeljetek, imádkozzatok értem, itt leszek, szükségem van rátok, mint apának, küzdelemben vagyok, és sok harcom van, imádkozzatok értem, imádkoztok a családomért, imádkoztok a gyermekeimért, segítsetek, szükségem van. János 14-20, Máté 18-20 nélkül elvont, és magányos maradhatsz egy gyülekezet kellős közepén. És tudjátok, az emberek miért menekülnek a házi csoportoktól? Mert annak a feltétele János levelében így szól, ha pedig világosságban járunk, akkor közösségünk van egymással. És Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket bűntől. Mikor átéled a Krisztus test közelségét a testvéredben, hadd mondjam nektek, Isten másként van jelen a házi csoportban, mint vasárnap az Isten tiszteleten. Krisztus másként van jelen a házi csoportban, amikor őt dicsődjük és magasztaljuk, és neki teljhatalmat adunk, mint a személyes csendességedben. Mert az történik, hogy azok a kapcsolatok, amikről szóltunk a János 14-20 alapján, összeadódnak, és kiábrázolik a Krisztus test. Hogy ne szaporítsam a szót, lenne még itt a jegyzetemben sok minden, de kihagyjuk. Egy konyhai példát mondok nektek, egy nagyon egyszerű példát. Valaki örömmel mondta azt nekem, hogy megtanult kovászos kenyeret sütni. Elmondta, hogy mennyi idő még dédelgeti azt a kovászt, hogy maradjon, hogy legyen, hogy így, hogy úgy. De a lényeg az, hogy előbb-utóbb fogni kell a lisztet, a kovászt, a vizet, a sót, és ezt össze kell keverni, és meg kell dagasztani. És hogyha ez a néhány dolog találkozik, és ezt összekeverik, és megdagasztják, és azt a tésztát beszik a kemencébe, abban nagyon-nagyon finom kenyér sül. Nagyon szeretem a kovászos kenyeret, csak úgy mondom. Egészen más, mint ezek a habkenyerek. De kérdek tőletek valamit. Ha fogná a kovászt egy kis edénybe, a lisztet egy másik edénybe, a vizet és a sót, ezt mindegy tálcára tenni, és betenni így a sütőbe, a kemencébe, milyen kenyér sül neki ebből? No. Semmi. Egymás mellett vannak? Egymás mellett vannak? És nincs közük egymáshoz. Annyira finom gombalevest főzött Ági az ifjúsági táborba, képzeljétek el, hogyha ott fonnyasztotta volna a gombát magába, felforroltam volna külön a vizet, meg minden hozzávelőtt, aztán végén bedobtam egy edénybe, és ráöntöttem a forró vizet, és akkor így ettük volna. Nem ettük volna meg. Annak együtt kellett lenni, köze kellett egymáshoz lenni a dolgoknak, és lett belőle valami nagyon finom, valami nagyon tápláló, valami nagyon ehető. Kedveseim, én nem rimánkodni akarok itt egy gyarló, nyomorult emberként. Isten égét hirdetve mondom neked, hogy Krisztus egészen másként jelenik meg a kis közösségekben. És az egyház jövője, ha visszatalál, mielőtt még az üldözés elindulna, Isten tart főpróbát nekünk a járvány idején, mielőtt az üldözés elindulna, és mielőtt az egyház kényszerpályára kerülne, Isten hív minket és tanít minket arra, hogy találjunk végre vissza a bibliai modellhez, a kétszárnyú egyházhoz. És akkor visszatalálunk, akkor 3 dolog történik. Amikor összejön 2-en, vagy 3-an, vagy 5-ön, vagy 10-en az ő nevében, akkor ott megjelenik Krisztus valóságosan. És ahol megjelenik Krisztus, ott megjelenik az ereje. És ahol megjelenik az ereje, ott az egyház be fogja tölteni azt a küldetést, amit az Atya a Fiúra bízott. De csak akkor. Csak akkor. Hívlak benneteket. Tudom, hogy sokan ősrégi időktől kezdve tapasztaltok ennek az áldását. Tudom. Tudom, hogy akkor nyitottátok meg az otthonokat, amikor senki más, amikor Kecskeméten nem is hallottak házi csoportról. Tudom, hogy mennyit vállaltatok és viseltetek az Úrért, és az ő népét, az egyházáért. Nehogy azt higgyétek, hogy elfelejtettem, nem tudok róla. És van egy hóbortom és bogarom, és mindig azért beszélek, hogy piszkálok benneteket. De hadd mondjam neked az, nagyon áldott dolog, hogy ezt te vállaltad valamikor, és sok áldás volt, és sokan tértek meg rajtad keresztül a csoportban. De hadd mondjam ma neked, ne elégedj meg az emlékekkel. Találj vissza. Ne csak az legyen, hogy vasárnap úgy szépen egymás mellé kerülünk, mint a kovász, a tészta, a só meg a víz, itt el vagyunk, dicsőítjük az Urat, aztán széthullunk darabjaira. Legyen immanens, közeli kapcsolatod Istennel. Tapasztald meg azt, ha ketten vagy hárman az én nevemben összennek, ott vagyok közöttük. Ezt kívánom teljes szívemből, hogy vegyük komolyan Istennek az igéjét. Amen.